Hello! Illetve jó estén. Na, hogy tetszenek az új képek? Nekem nagyon. Na, tehát, hogy hello, meg minden. Most elméletileg van valami meccs. Én nem tudom. Engem rohadtul nem érdekel, de akkor, hát, nem tudom, lehet, hogy emiatt megcsappan azon emberek száma, akik inkább az én susmotorgó hangomat hallgatják a meccs helyett. Mindegy, hát igazából majd megnézik YouTube-on, ha szeretnék. Nekem tök mindegy, én itt vagyok, csinálom, aztán aki bújt, aki nem. Na, akkor ráfrissítünk Twitch-re, szokás szerint. Csak egy pillanat. Jaj, nagyon jaj. Nagyon jó. De attól függetlenül, ha tanít vagyunk, szóval végül is itt teljesen jó. Ebben az esetben menjen, szerintem. Szaladjon, hát gondolom, hogy az autószévhez kell menni. You can use memory erase. Ilyen van. Gondolom, ez a képessége még nincs meg. Így ki lehet törölni mások memóriáját az ánuszrózsájukkal egyetemben, azt majd meggyakoroljuk a megfelelő időpontban. Na hát ebben a játékban továbbra is gagyi vagyok. Na. Beetölt, ez lenne az első kérdésem. Aztán majd megbeszéljük a többit is. Tudom, mint hogyha nekem fura lenne ez a mikrofon, hogy nem így szokott állni. Aha, tehát hogy le... nem törtem el semmit, nyugi. Nyugi! Várjál, minden a terv szerint halad, ezt vissza kell rá tenni. De igazam volt, tényleg nem így állt. Na, oké. Okay. Most akkor tegyük úgy, hogy semmi nem történt, és nézzük Lucius gyönyörű arcát. Hát, akkor ebből ennyi elég is lesz. Fülesen picit hangos. Na most mi van? Ugye már lement a lefolyón a apa munkatársa, lement a lefolyón a bejárónő, illetőleg a részeges javítós bácsi. Egyelőre itt tartunk. Most pedig ott tartunk, hogy Jed, ki az a Jed? Ja, az a hentes, ő is lement a lefolyón. Hello Barbie. Úristen, 6 év? Azt a mocskos rohadtél. De hát annyi év nincs is. Na mindegy, üdvözlünk még minden esetre, és ciklont is, sziasztok, hello. Szóval akkor most valami lesz, mindenképpen. A valami pedig az, hogy melyik volt a pap, az M. Most máshogy kell lemenni, arra még nem mentem le. Vajon menni fog? Nem is, nem erre. Ja, mert ez eddig zárva volt, nem? Vagy hogy van? Hát de úristen, hát mi ez? Ez egy kérdés. Pornót néz oda benn mi. Tuti egyik kezével a farkát fogja. Jó van. Ez még egy fürdőszoba. Ja, hát igen, természetesen a szokásos. Ezt meg kell ejteni, tehát hogy mindenképpen. Azt a hajszálítót bele lehetne ejteni a zuhanyba. Ugye az majd máskor. Na, tehát hogy akkor lejáratot keresünk? Megtaláltam. 10 per 10. Úristen, itt még nem is voltam ennek a házak ebben a sarkában. Ennek a férfinek pöpöse van. Senki ne nézzen. Jézusom, olyan helyek nyílnak most meg, soha nem jártam még erre, valaki itt lakik. Ez lehet, hogy a takarító nőnek volt a szobája. Mert ez ilyen nagyon minimálisnak tűnik. Na, csak megnézném, mit kell csinálni. Hát nem erre menni. Vagy de, arra menni. nem erre menni. Hanem... vissza kell fel, mert mindegy, most már körülnézek ezen a részén, mi sose voltam. Hát, ha van valami hasznos, amivel lehet gyilkolni természetesen. Vagy ide elbújni. Vagy nem tudom. Valami csúnya dolgot biztos lehet itt is csinálni. Ah, itt van a baj, én már látom, azt miért nem lehet megfordítani, eddig mindig meg lehetett. Kettő is van, inkább tűnés innen, mert ebből csak a baj lesz. Akkor még Skyrim-mel játszottál? Hát...
gondolom a legelső az már volt, vagy 6 év, Jézusom, 6 éve. Hát igen. Ó, igen. Ki lehet menni. Nem akarok kimenni, hűvös van. Holnap mi lesz? Hát szerintem péntek. Azon kívül nem tudok magának mit mondani. Ó, új bejáró nőnk van, tudjátok mi lesz ebből. Clean up, bring her food. Na akkor... szeretnék látni egy zöld kártyát. I don't really have a time for you right now. Szuka. befejeztem. Na, kit megyünk meggyilkolni? Nem tudom, ide megyünk szerintem. Ajaj, kettő is van. Ez egy rendőr? Ó, most már rendőröket is hívtak a házba, az baj, mert akkor gyanús leszek. Secret door! Aha! Aha! Van egy titkos ajtó, mi? Ez meg egy gázpisztoly? Nem, ez egy... Mi a pecsem ez? Hol volt az inventory? Photopaper, az nagyon kell. Map showing a secret passage. Az tök jó, csak én ebből a térképről mondjuk nem tudok rájönni semmire. Oh, grandson, ő a nagy fater. A Minecraft, jó, abból mondjuk volt 9.600.000, tehát... Úristen, iskolába kell menni, akkor biztos, hogy felejtsd el. Konkrétan üzemeltetünk egy tantermet. Komolyan? Itt van a... Elmondom, mi a véleményed a könyvedről. Ez most komolyan. És komolyan iskolába kell menni, a saját házamban. Ezt örülök, hogy letudtuk. Ez nagyon tanulságos volt, köszönöm. Ú, akasztófázol? Olyat én is szoktam csinálni, csak élőben. Mármint, hogy... akkor ezt rád is zárom, nem zavarok. Meg kéne találni azt a titkos átjárót, mert most arról a térképről lehet, hogy csak én vagyok a hülye, de hogy abszolút nem tudok tájékozódni. Viszont ez a ház sokkal nagyobb, mint gondoltam. Pedig már én kis hülye, azt hittem, hogy már kezdek tájékozódni benne, aztán a nagy büdös lószár. Na hát ez meg nem így lesz. Ide kell jönni. Őt ott van. Ő a következő. Na, ő ki? Minecraft modokkal. Éles Istenem, azt inkább hagyjuk, mert ez egy cringe fesztivál. Na, mondd. Nincs rám idő. Igen, majd hogyha megdög lesz, akkor majd hirtelen lesz rám idő. Na, Ágnes. Megint ilyen el vannak rontva itt a betűk. Lead maid, ő a takarítók főnie. She's the meanest of them all. Her cardinal sin glutted, az a szó. Might be something that will get her killed. I'll find a way to make her suffer. Isten, hát ennek a gyereknek problémái vannak, de tudod mit, jó. Aha. Tehát, hogy Jovita hoz neked kaját, és minden, hogyha egész véletlenül megbillenne a kezem, és abba a kajába raknék valami mérget. Az kéne szerintem amúgy. Tuti, hogy azt kell csinálni. Jézus atya úristen, szívba jön rám. Szerintem akar valamit a kutya. De nem vagyok benne biztos. Na most, mi történik? Köszönöm. Oké. Okay. Jó. Na, elnézést. Intervenció történt, most már a rendelkezésetekre állok. Na, tehát, hogy azt mondod, hogy kaját kéne szereznie valahonnan? És volt az a Jovita, szinte az illegális bevándorló csaj. Ő meg dolgozik. Tehát neki, az a lényeg, hogy neki kell kaját hozni, szóval akkor valószínűleg ő a konyhában fog dolgozni. Én is tudom, olyan helyek vannak itt. Hát oda valami majd kulcs kell, vagy számkombináció, vagy valami. Tévé senkit nem érdekel. Ó, ez az apám szobája szerintem. Igen, de konkrétan. Charles! Aj, senkinek nincs rám ideje, ezért vagyok én tömeggyilkos. Soha senki nem foglalkozik velem.
Na. Meg kéne találni a konyhát, itt a Pöpös bácsi megy. Jaj, jaj, suliba nem jövünk, tehát hogy ki van zárva. Édes, jóságos, hello, szent faszom. Nem ide fogunk jönni. Nem, a Jovitát akarom megkeresni. Te vagy az? Aha. És akkor... De most már nála van a kaja, most már elkéstem. Nem kár, hogy privát, az karrierem legjobb döntése volt. Azóta se bántam meg, és úgy is fog maradni, és nem változtatom meg senki kedvéért, legyenek szívesek túllépni rajta. Meghozta a kaján. Az hova tűnt? Most ezed a kaját, te idióta. Na, szerintem ezt már elrontottam, amúgy. Mert amikor kaját hoz neki, vár most már követem. Akkor kaját hoz neki, azt kéne megmérgezni. De ez csak tipp. Ez tűnik az egyetlen logikus döntésnek jelenleg. Na, nem eszek. Abszolút nem. Nem az történik. Kedves Jovit, hogyha ezt még egyszer kimondod, én megpenlek egy palacsinta sütővel. Jó, nem fogjátok visszanézni. Na, lépjünk már túl rajta. Nem hiszem el. Nem akarok bunkónak tűnni, de tényleg. De, hát ez van, ez az én döntésem. Szarügy, hát nem tudok mit csinálni, nem tudok veletek mit csinálni, bocsánat. De Istenem, én csak követni akarlak, ne beszélj velem. És akkor most jön porolni a szabályokat, ez nem segít nekem. Ami segítene nekem... Istenem. Oké, menjünk a konyhába. Mert gondolom, hogy onnan hozza a kajáját. Bár, jó, ez egy másik érdekes feladat, ezt megtalálni, azt a tetves konyhát. Itt már voltam. Ez a szobám, nem? Ja nem, ott bent a Tom bácsi maszturbál, az ő békén hagyjuk. Édes Isten, esküszöm, eltévedtem. De azt hiszem, már jel. Aha, tudom, hol vagyunk, oké. Okay. Itt lesz a konyha. Ez már, ez a rész már megy. Tehát, hogy konyha, és akkor innen visz neki kaját. Most azt mondtam, hogy ez ilyen egyszeri esemény volt. Vagy rendszeresen, ugyan, mint a cigigyújtós csáv, hogy folyton visszajön, és akkor lesz rá alkalmam, hogy megcsináljam megint. De ez lehet, hogy ilyen egyszerű dolog volt. De hát ezt honnan kellett volna tudnom eleve? Kivittem a szemetet, nagyon ügyes. Én nem látok semmi változást, amúgy. A fene tudja, várjál, napló mit ír? We got ourselves a reader. Ez a játék most szerintem konkrétan baszoktat. De mindegy, I'll find a way to... Aha, itt van, na nézzük mit csinál. Most akkor szigorúan megfigyelünk. Akkor tényleg ehhez a konyhához jön. Na várjál. Mi a rutinja? Aha, ott a tálca. Arra rakja rá a cuccot. Hát ez... Mesteri volt. Aha, tehát hogy akkor itt a tálcája. De azt gondolom most megint nem lesz. És akkor ja, itt van a kenyér. Basket full of bread. Abba kéne rakni valamit. Akkor ki kéne találni, hogy mit. Mi van az inventorimban. Van egy photopaper. Semmi olyasmi. Esetleg a gyufából, hogyha rá lehetne rakni ott a végéről a mérget, vagy nem tudom, de... De nem töltöm vissza, lépjünk már túl. Isten faszár, most már kezdek ideges lenni. Nem töltöm vissza. Gyufát bele akarom rakni. Nem, nem, akkor... De ezt már elmondtam 6000-szer. Elmondtam, hogy miért lettek privátak. Azt is elmondtam. Azt is elmondtam, hogy miért nem lesznek visszatéve. Most már lépjünk már túl rajta. Itt kell lovagolni rajta, nem hiszem el.
Nem töltöm vissza is, kész. Mérekkel. Hol lehet ebben a házban mérget találni? Tudom, van 68 millió másik Minecraft YouTube-os. Most... Na mindig. Na várjál, akkor most jön az a rész, gondolkodni kéne. Abba a kenyérbe kell mérget rakni. Hol lehet egy általános, jól szituált házban mérget találnia egy 8 éves fiúnak vajon? Mert hogy kombinálni se tudom ezeket, hát mit kombináljak ezeken? Semmit nem lehet csinálni. Van ilyen photopaper, de az meg senkit nem érdekel, mert hogy ez így mire jó, semmire. Wait, what? Valami az elébb ott ki volt írva. Mindegy. Lakat se, gyufa se, hát szóval... Szóval valami új itemre lenne szükségem, mert a meglévőkkel sok mindent nem tudok csinálni. Akkor kutató munkát fogunk végezni. Hogy esetleg... Elgondolkozunk azon, hogy mit láttam már korábban, ami hasznos lehet. Esetleg némi korábbi akciók során... Oh, hello Estilla. Mondjuk ez itt így mi? Az van ráírva, hogy kó, az azt jelenti, hogy kokain? Mert akkor viszem. Nem, az... Ja, kuki! Jó, az más. Ez... szintén használhatatlan. Istenem, kell nektek ekkora házban lakni? Egy normális, jól szituált 11 évesnek már mérget se lehet találni egy házban. Pedig az minden háztartásban van. Most azt sem tudom, hol vagyok. Patkány mérget kell keresni. Az tök jó, az mondjuk sejtettem, hogy valami ilyesmi lesz a sztori, csak hogy így hol. Na várja, hol lehetnek patkányok? Ilyen spice-ban, meg alaksorban, meg ilyesmi, nem? Tehát ilyeneket kéne keresni. És lehet, hogy oda van bekészítve valahova a sarokban. Most erre gondoltam. Hát itt ilyen, ez a szoba amúgy is, hát olyan, amilyen, itt simán lehet. Nem? Várjál, ki lesz ez találva? Nyugi. Az ott úgy mi? Egy kazetta? Ez kurva nagy segítség, köszönöm. Kazetta, az végtelenül kell. Hát amúgy. Ezekben a szekrényekben eddig sose volt semmi, azért nem is nagyon nézegettem. Konyhapult esetleg, vagy a fészer? Konyhapult, azt tudom, hogy hol van, szóval kezdjük azzal. Nem tudom, hogy van-e fészer egyáltalán ebbe a lakásban. Semmi. Itt konkrétan semmi van. Csak Jézus szeretete, amit a meg hány ingerem van, szóval akkor mennyi. Esetleg nem írt valami újat? Nem. Nem, hát a terv az megvan, már csak meg kell találni az eszközt igazából. Úristen, eltévedtem. Mindegy, megkeresem a konyhát. Hát, mint hogy az olyan egyszerű lenne ebben a cseszett nagy házban. Komolyan mondom. Te Jézus atya, úristen, hát ennek sosincs vége. Ó, várjál, lehet, hogy itt mosókonyha? Az lehet, hogy jó lesz. Valami mosóport, vagy öblítőt beleszórni, vagy nem tudom. Na, menjél haza. Konkrétan a bejárónő arról magyaráz, hogy ki beszerelmes egy 11 éves rácnak, az ott mire jó? Device that regulates airflow in the garage. Hát a garázs most engem nem érdekel. Ambátor. A garázs az olyan hely, ahol lehet patkány méreg, nem? Ide azért szoktak rakni. Át is simán lehet. Minden is van. Aha. Nekem van egy ilyen megérzésem, hogy ez így jó hely. De persze lehet, hogy nem tudom, az ott úgy mi? Az nagyon jó, most bezártam magam. Baszki. Na, hát tapsvihar. Na, amúgy tudom, mi lesz. Ezt kell elővenni. Azt hiszem megtaláltam a bajt.
visszatöltés elmagyarázása nagyon sok helyen volt már, konkrétan abban a videóban is, amit emiatt raktam fel. Szóval, ja. It's locked, köszi Sherlock. Akkor mondjuk egy... Mivel lehetne kijutni? Ezzel ki lehet jutni? Nem kombinálni akarom, hanem használni. It's locked. Igen, azért akarom használni ezt, hogy kipiszkáld az árat. Na, akkor ne lehet vinnem. Várjál, ezzel oda somni egyet. Lehet, hogy rábasztunk. apa! Úristen! Segítsél! A fiad bezárta magát egy féreg ketrecbe. Na, amúgy nem, várjál, mindjárt kitaláljunk. Kombináljuk a... Nem, a négyszög kulcsot fogjuk kombinálni. Négyszög kulcsot fogjuk kombinálni a... Fasz tudja. Lakatta? Nem tudom amúgy. Nem lehet még egy lakatot rárakni, csak hogy biztosra menjünk. Istenem amúgy, és ezzel fáraszt a játék. Amúgy ott az aljuk. Kifeszít... Hát, de jó, feszítsük ki. Mivel? Négyszög kulcssal. Hát, de most, hogy így... Nem, hát csak az ajtóra, mint egészre tudok rámenni. Arra meg csak annyit tud velem közölni, hogy zárva van. Vagy lehet, hogy ide már olyan eszközzel kellett volna jönni, ami még nincs is meg. Ó, oh, várjál. Ja nem, ez is az ajtó volt. Lehet, hogy már kicsit előre haladtam a játékban, és ide akkor kellett volna visszajönni, amikor már nem tudom, itt a garázsban kell kinyifantani valakit. Várjál, lehet, hogy... Annyi is jó lenne, hogyha nem ilyen... Itt valójában egy FPS nézet kifejezetten előnyös lenne szerintem. Ott van ilyen lyuk. Nem, ez szerintem megbasztaló. Hogy őszinte legyek. Veletek. Ez így kész. Haltam. Ennyi volt. Mert hogy... Ez is olyan dolog, amit csak úgy tudni kellett volna. De hogyha van valakinek bármilyen ötlete... nem itt van a Secret Passage? Amúgy. Secret Door. Tuti nem itt van. Mert miért is lenne itt? Mert boros pincéről beszél. Apu nem jön erre. Apu! Baszki, bezártam magam, apu. Istenem amúgy. Sziasztok, Máté vagyok. Ez itt az autista gameplay, amikor 30 ezer órán keresztül próbálom kitalálni, hogy mit kell csinálni egy kibaszott patkányketrecben. Nem tudom, googolj le, Mászki, hát kifért, kicsi vagy még. De mit nem veszek észre? Ilyen hülyességek vannak, hát kazettával itt mit tudnék csinálni? Kiszedem belül a szallagot, kilógatom a rácson, és akkor nem tudom, felkötöm magam vele, vagy így mi itt a válasz? Ja. Mondom, ráteszek még egy lakatot, csak hogy biztos mondjunk, a gyufa. Felgyújtom itt a mindenséget. It's locked, köszi Sherlock. Jó, itt mondom, én nem tudok semmit csinálni, csak az ajtó az egyetlen olyan dolog, amivel interakcióba lehet lépni, de azzal is csak annyit, hogy kírja, hogy zárva van, az kész. Tehát... A... Telekinézis! Azt el is felejtettem, hogy van! Jaj, de hülye vagyok, édes Istenem. Köszi! Ez abszolút teljesen kiment a fejemből, hogy nekem ilyenem van. Várjál, mindjárt összegyűjtöm az energiáimat. Nem... Elhagytam. Az ott az. Édes Istenem. Most meg az nincs! Ja, mert vissza... Ja, mert oké, visszaspawnol. Úgy kéne, amúgy. Így, és akkor... Nem zárod be megint! Istenem...
egy idióta retardált, na jó, mindegy, befejeztem. Tökre elfelejtettem, hogy itt telekinézis is van ebben a játékban. Jó, hát oda nem megyünk be, csak ide. Hogy bezáródj. Bezáródik ez is. Na, ez most csak kinyílik legalább. Jó, tehát ott tartottunk, hogy patkány méreg. Istenem amúgy. Most ilyenkor ideges vagyok magamra, mert erre rá kellett volna jönnöm. Na várjál, itt a pince. Én nem ez a Secret Passage, amiről annyira lelkesen beszél nekem az a darab papír. Nem ez a boros pince. Ez a boros pince, akkor a titkos átjárónak is itt kell lennie valahol. Hallok patkányokat. Szóval ahol van patkány, ott nincsen patkány méreg. Aha, itt van, tényleg itt van. Azta. Ez így mi? Jézusom! Mi a pöcs? You have found a secret place. Mivel foglalkozik ez a család? És még én hittem azt, hogy én vagyok a rossz gyerek. Hát nézzétek már meg itt konkrétan. Ah, és itt vannak a gyógyszerek, amiket még bele kell tenni. Ah, nem én vagyok az első generáció szerintem ebben a családban, akinek ilyen huncut gondolatai vannak. Ez nekem ez lenne a megérzésem. Apicsáva. Azt nem tudom kinyitni. Jó, hát ez hogy nem tűnt fel eddig senkinek, hogy itt van? Emiatt vajon kell adózni? Meg ezt is télen, amikor felfűtik, hát biztos vagyok benne, hogy azért a fűtés számlának odavág egyet. Jó, mindegy, valami minőségi 1860-as Savignont azért csak lopné. Nem? Jó, mindegy. Megvannak a gyógyszerek, az a lényeg, semmi más nem számít. Bele lehet rakni a néninek a kenyerébe. Most ez a prioritás. És kitaláltam egyedül. Egyedül találtam ki, amint a patkánymérges részét. Azt nem, hogy a kulcsokat is kéne használni. De attól most tekintsünk el. Következő kérdésem. Jöhet? Hol a konyha? Jézusom, hol a francba vagyok? Várjál, lehet, hogy tudom. Igen, tudom. Oké, okay. Jó. Nyugi, itt a konyha. És akkor következő fog történni. Itt van kenyér. Belerakjuk a... Igen. Belerakjuk. Komolyan? Nem ez a megoldás? Nem már, hát akkor minek szedtem össze ezeket a pilleket? De nem ez a megoldás. Istenem, akkor valamivel összekombinálni. Vagy esetleg... Some sort of deadly poison bottle. Akkor ki kell nyitni a fedelét, vagy... Várjál. Lehet, hogy ki kell nyitni a fedelét, mert valahogy... Tudom, ilyen gyerekzáras, vagy mit tudom én, így rásomok egyet a négyszög kulcssal. Cannot combine. De biztos, hogy ez a megoldás, olyan nincs, hogy nem, én ebben nem nyugszom bele. Valamit kombinálni kell, ki kell nyitni a fedelét. Na, nem találom a gombjaimat. A fedelét azt úgy fogjuk kinyitni, hogy a csavarhúzóval, vagy én nem tudom. De most... Na, ne, pofázzál! Sose találom el a gombjaimat. Azt kombináld azzal. Nem. Akkor ezt kombináld ezzel. Nem. Kulcsokkal, hogy így kifeszítjük a vele, vagy én nem tudom. Most ez a megoldás egyáltalán, én csak tippelek. Cannot combine. Vagy tudom, felgyújtjuk a picsába is kész. Some sort of deadly... De hát mi mást kéne használni, ha nem a deadly poison-t amúgy? Deadly poison, bele a kenyérbe. Mi a probléma ezzel? Jelentkezzen, aki érti, mert a zseniális tervem a szemem előtt omlik porrá. Na, inkább elteszem a halálos mérget, így a kezemből. Eddig azzal futkároztam. Hát de akkor mi más kéne? Hát ennél jobb lehetőség a világon nem lesz.
Hát, Lucius, mi a problémád ezzel az ötlettel? Édes Istenem. Azt tudom, hol vagyok. Si, micsoda? Si, Alastair, there, behind the bar. Várja, a napló nem ír valami? Nem, mindig ugyanazt írja. Holnap péntek lesz, ezt majd egyszer megbeszéltük, nem tudom mi lesz holnap. Azt tudom, hol vagyok, várjál, vissza kéne találni valahogy a konyháig. Ja tudom, most itt van valahol a nő, nem? Jézusom. De aki ezt a házat tervezte, én tökön sonnám valamivel, hát hogy lehet ilyen nyomorék elbaszott házat tervezni? Hol vagyok? Mi ez? Nem tudom, hol vagyok. Fogalmam sincs. Eddig úgy nagyjából tudtam követni. De itt voltam az előbb, körbe-körbe járkálok. Eddig nagyjából tudtam követni. Ez meg a szobám, innen kezdődött minden. De most már eljutottunk addig a pontig, hogy semmi. Tehát, hogy nulla. Most fogalmam sincs, hol vagyok. Hát itt kell lemenni, az úgy oké. Okay. Akkor menjünk le. Basket with full of bread. Hát... mi a logikai hiba? Tehát, hogy így... kicseszett... Opa! Istenem, ez miért volt? Hogyha elejtek valamit, akkor ilyen szuperszonikus sebességre kapcsol át Lucius. Istenem, nagyon jó volt. Na, mindegy, foglalkozunk azzal, hogy béna vagyunk. De nincs itt semmilyen bár. Csak mindig ott vannak a cigiei a csávónak. Bár, hát őszintén. A hentes az, ja igen, azt már megjártuk a magunk köreit vele. Hát figyelj. De ha még a térkép, az is jó lenne, hogyha lenne egy... ilyen áll le Suzanne-men térképem, és nem csak így összerakni, mert hogy most így mutathatod ezt nekem, hát azt sem tudom, hogy mi van. Földszinten van, hát de mi van a földszinten? Hát 9 milliárd dolog van a földszinten, hát mit tudom én, hogy mi a pecsőn van most már komolyan. Na már most a földszinten vagyok, az biztos, tehát hogy ezt nem kérdőjelezem meg. Igen, hát ez eléggé földszintnek tűnik nekem. És akkor itt... ott ilyen kaffehouse szindróma van. Várjál, lehet, hogy ő tud valamit. Nem, ez csak az anyám, ami megmondja, hogy majd... ott van valami bár, lehet, hogy az kell. Várjál, mindjárt megszakértem a dolgot. Átmegyünk az épület másik részébe. Így. Meg lesz, meg lesz. És akkor most vagyunk ott, hogy... mindjárt jó helyen. Jézusom, ez egy könyvtár, nem egy bár. Hát mondjuk... van biliárd asztal. Itt se voltam még. Aha, ez... mintha kezdene hasonlítani valami olyasmire. Van egy csomó ketchup. Ügyes vagy. Ja, és ott van a patkány, de most baszki! Miért nem... de... na, kezd kikészíteni a játék. Miért nem volt jó a Deadly Poison Battle? Az nem jó a patkány mérekkel. Tehát... ezek a logikátlan baromságok... na ide figyelj, lekapcsolom a lámpát, hogy lássál. Ezeket, tehát én csak ezeket nem szeretem a játékokban, amikor szigorúan úgy kell csinálni, ahogy ő akarja. Tehát így anyádat. És akkor telekinézissel ezt így nem lehet elkobozni tőle. Várjál, mindjárt kipróbáljuk.
Vagy hogy így, hát nem nagyon. És akkor úgy kéne, hogy ő meg ne nézzen, azt mondom. És ha összetörnék valamit, akkor ő elmegy feltakarítani. Hát, de nem az egész pillet kell belerakni, hanem mit tudom én, felmorzsolom és úgy rárakom, vagy feloldom a vizében, vagy mit tudom én, hát nem csak úgy lehet az. Jézus atya úristen. Aki ezt tudja követni, ezt a helyet, én komolyan mondom, le a kalappal előtte. Itt is van ilyen. Ez a hely, ez katasztrófa. És minden ugyanúgy néz ki. Várjál. Tehát az a lényeg. Ja, notebook update. Ajajajajaj, bocsánat, úristen. Red poison. I can't take this now because they will know it was me. I need to come when everyone else is sleeping. Oké, köszi. Istenem, oké. Akkor megyünk alcsízni egy kicsit szerintem. Ha majd 1943 év múlva, ha visszatalálok a szobámba, akkor visszajövünk ide éjszaka. Már ha tudom az utat, ami nem valószínű. Igen, azt nem tudom, hol vagyunk. Ja, és akkor itt megyünk alukálni egy picikét. Hát igazából itt abszolút... Jó, fáradt vagy, akkor menjél aludni. Menjen mindenki aludni, az lényeg. És felkeltünk az éjszaka közepén. Király lesz. A zene az nagyon gonoszszá változott hirtelen. Your mom seems still... Istenem, anyuka! Vegyél már be valami altatót. Hey! Ott szoktam lemenni, ez baj. Úristen, hát be van zárva az összes ajtó. Ahol leszoktam menni. De visszajött fel, basszál volna be te is, és mentél volna aludni korán. Igen, jó, felkelek éjszaka, tök jó. Na. De hogy így, hogy még zárva is vannak az ajtók. Nem is arra. Tehát akkor egy konkrétan egy előre kijelölt útvonalon kell mennem. Istenem, ezt is utálom, amikor megint azt csinálja a játék, hogy úgy kell mennem, ahogy ő akarja. És nem ám akárhogy. Ja igen, vagy még csak most jön, oké. Akkor... Azt se tudom, hol van. Tehát most akkor próbáld meg kitalálni, hogy hol van. Jó, de nem tudok jönni egyikhez se. De... Nem is voltál itt! És nem is tudok sehova sem menni, mert minden tetves ajtó zárva van. Ez így hogy? Igen. Jó. It's beginning to look like a pain in the ass. Igen, fenn van az anyám, nagyon jó. Na. De hogy így... És ilyenkor mit csináljon az ember? Bebújjak a szekrényebe, vagy mit akarsz tőlem? Mert az összes ajtó ott zárva van, tehát muszáj visszajönni, de ott van a nyuci. Itt Martin meg... Ne spoilerezz már, hát... Azt meg akarom csinálni normálisan. És azt nem fogom elolvasni. Nem kell kézen fogva végig kísérni az egész játékon, mert annak kurva sok értelme van tényleg. Jó, igen, anya ébren van, nagyon jó. Akkor bebújjunk a szekrénybe. Mert ez az egyetlen olyan hely, ami nyitva van. Megvárjuk anyucit, amíg nem tudom mit csinál, elmegy. És csinál valamit, hát mit tudom én. Na. Itt van valahol. Nincs ilyen Mutter Vision, hogy így be lehet kapcsolni, és akkor azt látom, amit anyám. És akkor tudom, mikor nincs itt. De hogyha ide benyitsz, bármilyen okból kifolyólag, én megkereslek, és ivartalanítalak.
A játék egy útvonalat enged, én ezt értem. Rá is jöttem abból, hogy minden tetves ajtót bezár előttem. Akkor majd rájövünk arra az egy útra. Na, elment. Szerintem elment. Jó. Akkor erre tudunk menni. Jó. Eddig jó. Anyuci, hogy hova ment, azt nem tudom. Ez meg nyilván zárva van. De nem baj, mert itt a... Ez egy kulcs, de mégsem kulcs, mert nem tudom felvenni. De nem. Ez nem ilyen bebújós szekrény. Akkor menjünk kívül, király. Lehet kívül se tudok menni, várjam. Hát arra biztosan nem. Arra se. Jó, hát ennek akkor is semmi értelme. Ki? Bezzeg, ezt meg tudom csinálni. Viszont semmi olyan értelmes útvonalat, ami úgy hasznos is lenne. Hát de más pedig végképp nincsen. Hát muszáj arra mennem. Hát ja, muszáj arra menni. Akkor valamit nem veszek észre. Így le kell ereszkednem Rambó módjára? Hát nem hiszem el. Real? Az... Dedukciós képességei megfigyel... Na, beszélni se tudok. Sose tudtam, de most aztán végképp. Dedukciós képességei lenyűgöznek. Na, sikerült. De itt meg nem lehet csinálni semmit. És ez a játék másodpercről másodpercre egyre unszimpatikusabb. És akkor csak úgy lehet menni, ahogy ő akarja. Meglátnak az emberek a falon keresztül. Az nyilván szükséges. Kulcs... Hát... Azok más kulcsok, azok nem ide valók szerintem, de megpróbálhatjuk, de... Azok nem ezek a kulcsok. Tehát, hogy... Ez itt így nem. Itt meg nincs is semmi. De én nem tudom, honnan jött az anya. Hát én is onnan jöttem, ahonnan az anya. Meg azt sem tudom, hogy honnan jött. Ez az én szobám. Tehát itt voltam az előbb, hát itt nem lehet csinálni semmit. Mondom, bent van anya, vagy nincs. Ez zárva. Oda bebújtam az előbb, szintén zárva. Ja, ez most már nyitva van. Az előbb, amikor ezt néztem, zárva volt. Anyádat. Megint azt csinálja velem a játék, úgy, ahogy ő akarja. Jó, mondjuk, gondolom, anya erre jött és kinyitott az ajtót, de hát akkor is, hát így nem áll. Jó. És itt mászkál az a szerencsétlen ember, és erre kéne jönni, és megint nem tudok. Hát nyald meg a májam tövét, hát... Akkor a konyha. Te mit csinálsz? Éjjeli snack? Istenem! Zugevő az anyám, hát Istenem. Na jó, akkor más megközelítés. Bár már nem tudom, most például ide se lehet, mert ide jön ki az anyám. Innen jön ki az anyám, gondolom mindjárt. Igen. Nagyon jó. Szekrény, most ugye az jön. Megvárjuk, amíg ő lemegy, és megyünk utána. Nem tudom, nekem lehet, hogy ennek nem lesz folytatása, mert hogy ez egy ilyen pain in the ass lesz. Tehát ezt utálom, amikor van egy objektív, öld meg a... Már azt sem tudom, mi volt a main quest, hogy így öld meg azt a nőt. És akkor ahhoz, hogy megölt, kell valami méreg, ahhoz, hogy legyen mérget, kell valami, kell egy éjszaka, ahhoz, hogy legyen éjszaka, el kell kerülni a tonyárat, ahhoz, hogy el tud kerülni a éjszakárat, bújj be egy szekrénybe, ahhoz, hogy be tudj bújni a szekrénybe, és akkor így végtelen, a questek végtelen láncát alkotja tulajdonképpen, és így annyira fölösleges maszturbálás az egész, pedig ott van, tehát már az elejétől kezdve tudom, hogy mit kell csinálni, de nem hagyja a játék, mert a maga útját kell járni, körül kell járni a forrókását 6-szor, és már utána. Na jó, nyugi. Pedig annyira egyszerű lenne. Na, kimegyünk, amíg anya... zugeszik.
És akkor majd utána gondolom majd megint az lesz, hogy kijön, és akkor majd kinyitja nekem azt az ajtót, ami kell, de hát most, hát lehet, hogy nem, hát itt nem tudok körbe jönni. Hát itt is be tudok menni. Mert hogy ide kéne jönnöm. Nyilván. Jó, nem baj, várjál, hát hogy itt is lesz valami. Jaj! Azt észre sem vettem, azt hittem, hogy egy szobor. Persze, hogy te is ott vagy amúgy, nem baj, majd telekinézissel rád vágom a lámpát, vagy nem tudom. Esküszöm, nem vettem észre, hogy ott van. Nyilván az elejétől, konyhától, meg minden. Jó. De értitek, mi a problémám? Tehát... ez egy olyan szinten lineáris... Ja, itt kell sétálni, jó van, oké, mindjárt kitaláljuk, csak megint meg kell várni azt a 6 millió évet, mire anyám kitalálja, hogy mit akar csinálni a szánalmas kis életével. Na most jön. Vaj, elnézést. Oké, szerintem megvan. Igen. Ott van, akkor nem futunk annyira előre. Most ment be. Oké, akkor el tudok jönni nyugodtan. És megyünk ki, és akkor mindjárt kitaláljuk, mit kell csinálni ott a másik nyomorékkal, aki... nek nyilván nincs jobb dolga az éjszaka közepén, mint engem idegesíteni. Most arra gondoltam, hogy telekinézissel ott rá lehetne vágni a lámpát esetleg. Vagy akkor meg is lehet próbálni, azt mondtátok, hogy sétálni kell, de hát... jó, mindegy. De micsoda! Az mi csalás volt? Hogyan? Hol? Az előbb ott voltam benne a seggében, és nem vett észre. Most én vagyok a hülye? Én ezt... tehát nem hiszem, hogy én rontottam el. Ez a játék. Jó, jön az anya. Nagyon jó király vagy. És belaggolt a játék. Hát szopja ki a tövemet akkor. Hát... Istenem. És én szopok emiatt. Most ment el, szerintem. Igen. Amúgy, mert tényleg tök jó lenne, csak... azok a problémák, amik vannak. Mit mondtam is. Így muszáj a saját útját megjárni, meg... végig maszturbálva az egészet. Lenne egy tök egyszerű feladat, de nem, meg kell komplikálni. Ezt ott a lámpát azt nem lehet ráoltani. Hát de most akkor mit csináljak veled? Hát konkrétan ott van. Na várjál. Az a lámpa kéne nekem itt telekinetikusan, nem? De most tök jó, hogy itt vagyok, de mit csináljak vele? Hát nem tudok bemenni, hát ott áll. Vagy lehet, hogy amíg elszívja a cigijét, és akkor bemegy. Csak azt kéne megvárni. De meg Guffin, ez a... az a nagyon fő detektív egyébként, aki dolgozik az ügyön. Na várjál. De soha nem fog bemenni szerintem, ennek végtelen cigije van. Szívt ki. Jó, még várunk egy picit, hát ha befejezi a szívást. Nem fejezi be a szívást. Hát de éres faszom, hát akkor most mit csináljak a drága kis egyetlen... de ott van. Mégiscsak meg lehet csinálni a lámpát. Igen.
Ja, és akkor most előrébb megy. Vagy nem? De előrébb megy. Jó, akkor jól gondoltam elsőnek. Nem, nincs itt senki. Hát de... Nem működik az ajtó? Hát de nem működik az ajtó. Ja, mert át kéne váltanom a kezemre. Jó. Az is lehet. Fiú! Jó van, oké. Csak nem egy elektromos cigit használ 1974-ben. Hát az a baj, hogy sanszos. Na, igen, megvan az a tetves, görnyet nyomarék. Patkány méreg, nem hiszem el. Egy akkora egy fájdalom, mire kiviszem ezt a játékot. És akkor most megyünk megmérgezni a kajáját. Hogyne. Na. Bring her food. Nincs quick save, azt szerintem amúgy nincs. Na. Red poison-t előkapjuk, itt mindenki előtt, ups. És már teszem is. Na végre. Jaj, na végre. Édes Istenem. Mint hogyha egy kicsit hulla íze lenne. Jó, azért ne túlozz már. Jó, mindegy, akkor dögölj meg. Hát mit? Mit bánom én? A madár le se fesi, konkrétan. Na, kiszenvedtük, kiszenvedtük végre. Édes jóságos. High five. Jedi, ó, kapom az összes achievementet a világon. És akkor most jön a mind control. Most már olyat is tudok. This is a clear case of poisoning, and I need to interview everyone in the house again. Na, végre leesett a szuperdetektívünknek is, hogy gyilkosság történt. I think it was Jovita. But I can't imagine she would be capable of something like this. Oh my god! Why is this happening? It's for me to decide who is capable of what, Mr. Wagner. Would you consider vacating the house for a couple weeks until things calm down? We can't possibly do that, Mr. McGuffin. This is our home. We want to set things right. A madárba több energiát fektettek, mint a játék. The autopsy showed that she was poisoned. After questioning everyone in the house, it seemed nearly all of them had some reason to dislike her. Jovita, the Latina maid, was the one who brought food to her. But this wasn't enough to press charges. I had no evidence of tampering. Christmas was just around the corner and I got an email from Mr. Wagner. Tudjátok, mit kaptok karácsonyra? Halált. I had doubts about sharing a table with a possible murderer, but I had to know more. But before I had any chance to snoop around, something else happened. Latina maid. No evidence. Istenem. Something that can happen only on some very specific circumstances. Right weather, right spot, and the right time. Király vagy. McGuffin a csodadetektív 4-eset után kitalálta, hogy talán esetleg van valami összefüggés ezek között. Na, közben látogatót kapok a kedvenc pedofilomtól megint. Mondjad, mondjad, amit kell. Taníts meg a mind controlra. Minden vágyam. Ah, my boy. Such prodigious results. Úristen. I am thoroughly impressed with you. Király vagy. Listen. Látod a táncmozdulataimban? Jó, hogy ez Lucifer személyesen eddig fel se tűnt. Együtt természetesen. Hogyha szükség van arra, hogy megfogjam a pöpösöret, akkor inkább nem tanulom meg. Három. És akkor... You will have to regain the strength. Okay. File, micsoda? Inside the darkened area. De jó lenne, hogyha el is tudnám olvasni. You can make him use objects. És akkor aha.
Hát ja, mert clicking grab joke while he's under your influence. Ja, csak ennyi idő kellett, mire rájött, hogy miért akartam. Jó van. To continue your journey, Lucius, with your new skills, you should avoid detection and reap more souls for me. Reap more souls for me. Hát szerezzél magadnak, hogy mit ugráltatsz. Egy kisgyerek vagyok, hát ez gyerekmunka, hát ez büntetik, úgy letartóztatnak, mint a picsa. Na, amúgy következőt fogjuk csinálni. Mind kontrollolni fogjuk édesanyámat, hogy szedjen be Red Poison. Na jó. Erre már az lenne a legegyszerűbb, nem? Hát mit szarakodunk? Mindenkit ráveszünk arra, hogy gyilkolja meg magát. És akkor meg Guffin se szólhat egy szót se. Hát most nem. Közben kikarásonyodott. I know we've had our difficulties this year, but don't let that ruin our Christmas. As a family, we have each other. We should remember our friends and our faithful employees we have lost. I'm not sure how you expect to win another term in the Senate with speeches like that. Dad. Alistair, could you bring another bottle of Burgundy, please? And on your way, could you turn on the Christmas lights? Certainly, sir. Úristen, az Alistair akkor egy papucs, szegény. Na, akkor boldog karácsony. Jöhetnek a halálok. Na jó. Örös, tudja, Alistair lesz a következő, figyelme. Már előre sajnálom. Oké, lemegyünk. Már a megszokott útvonalon. Most az ajtók is nyitva vannak. Fél változatosság. Na, Lucius. Itt vannak. Úristen. Hogy nézel ki? Ja, hát igen, a szokásos. Mindenki szeme láttára. Ez kicsit mondjuk gyanús lenne, hogyha én ezt a fiamat látnám ezt csinálni, de tudod mi? Jó. Mondom, Alistairhez kell menni, nézd meg, ő lesz a következő. Tuti az lesz. Erre nem erre. Legalábbis arra is lehet, de mindegy. Most erre megyünk. Mondom, hogy? Mindjárt rájövök. Így. Nem, ez egy WC, Máté. Nem erre kell jönni. Arra kell menni. Igen, sikeres. Jó, nyugi. És akkor nem tudom, most... Hogy volt? Így volt. Valahogy. Ide kell jönni? Ja. Jó. Aha, ajaj, Alistair lesz a következő. Szegény, tök jó fejét, nem akarom. Hát, figyelj. If you play outside, be careful. The ground can be. Nézd meg, tök jó tanácsokat ad. Várjál, megnyomjuk a notebookot, hát ha mond valamit. Seems that everyone is having a Christmas dinner in the dining room. Ez azért jó, hogy nem fog senki baszakodni velem. Only Alistair is away from the crowd. Perhaps I could find a way to get rid of him outside. Kint, azt mondom. Jó. És ő is jön. Tehát, hogy ő ezt így tudja, hogy ezt akarom. Ja, mondjuk most már van mind control, tehát hogy ki tudom hozatni. És akkor itt mondjuk, nem tudom, itt hagyom a hidegben, amíg meg nem fúlik. Vagy valami lesz. Hát figyelj, én kihozom, azon nem fog múlni. Várjál. You need to control a human... Azt akarom, bassza meg. Na, Alistair. Alright, Lucius. How's my best mate today? His her mind is too strong for your mind control. Apám! Istenem, de ott megint egy olyan dolog, amit utálok. Behoz a játék egy mechanizmust, hogy mostantól lehet mind kontrollálni. Hát kivéve csak vele nem, mert anyád, ezért nem. Istenem. És akkor, hogyha van egy rendszered, van egy saját szabályrendszer a játéknak, akkor ahhoz tartsa már magát. De nem. Néha lehet, néha nem. Hát kap be akkor. Jó, nem baj.
Level up-olni, komolyan mondom. Jó, nem baj, akkor... Ja, azt mondta, hogy kapcsolja fel a karácsonyi lámpákat, nem? Azt mondta neki, tehát hogyha mondjuk lekapcsolnánk, akkor neki kéne megjavítani. És kijönne magától. Jó, akkor már csak arra kéne rájönni, hogy hol kell, itt kell lekapcsolni. Aha! Okos vagyok, intelligens Máté, 9000 IQ konfirmálva. Kitalálom az összes puzzle-t a játékban, mármint hogy szinte. Kivéve azt, amit mások mondanak el nekem, hogy mit kell csinálni. Most tekintsünk el, jó? Ez most a saját érdemem volt. Jó lesz, menjél ki. Mondjuk nem, a következő lépés az nem tudom mi. Be kellett volna vizezni a konnektort. És akkor jól megrázzam, vagy így mi? Lehet, hogy be kellett volna vizezni a konnektort, szerezni egy vizes szivacsot valahol és így belemártogatni. Hát az kellett volna. Hogy így... Én ugyan nem. De most az mire volt jó? Ezt most nem értem. Jaj, lehet, hogy amíg kijön, addig odabent lehet valamit csinálni vele. Mert amíg kijön, addig ugye elterelem a figyelmét, és itt bent buzerálok valamit. Mondjuk itt nem lehet semmit se csinálni. Jó, nem baj, rájöttünk arra, hogy kell kicsalni. Ez egy jó első lépés, már csak arra kell rájönni, hogy mi a tökömért akarnám kicsalni. Nincs nálam valami, amivel így lehetne... lehet, hogy a négyszög kulcs. Aha, megpróbáljuk megmuherálni akkor egy kicsit azt a konnektort neki. Hát, ha az a megoldás. Mert tudja, az lesz a megoldás, hát a konnektorral lesz valami, hogy amikor megfogja, akkor rázza szarra. Na, mindjárt. Nem. Vagy így a hóba bele mártani egy kicsit. Kéne szerezni egy vödröt, vagy egy ilyen... kirendezte át az inventory... Lucifer személyesen, amúgy nem tudom. Mondjuk a kazetta, egy csomó olyan dolog van, amit én nem is használtam. Például a kazetta, meg a elemlámpát sem nagyon, meg a naplót. Minden esetre... Kéne egy ilyen vizet, nem lehet ilyen vizet szivacsot szerezni? Konyha! Konyhára van szükségem. Vagy egy vödör, vagy egy vízes szivacs, vagy valami ilyesmit kéne. Ha megnézzük a konyhát, lehet, hogy ott lesz. Amit tudnék használni. Todobien? Abszolút todobien. Tehát, hogy semmi más, csak todobien. Let's see. Hát van itt egy ilyen mosogató. Alatta valami használ, nem csak a szokásos szemét. Suck my dick. Ott vannak szivacsok, a simán be lehetne vizezni, és akkor jó lesz. Mondjuk ezt észreveszi mondjuk, hogyha megfogja, és észreveszi, hogy vízes, akkor nem dugja be, tehát... Ez mondjuk így jogos. Ami mindig ott van, az mérges kenyér. Basket full of bread. Micsoda karácsonyfa. Akkor... Hát figyelj, ismét a kutató munka, ezt már nagyon megszoktuk. Kutató munka a következő lesz. Keresni bármit, amivel lehetne szabotálni a vén kecseget. És miért csak ezt az egyet lehet kinyitni? Tuti van benne valami, ja nem, a többit is, jobb. Akkor, mondjuk itt ezekben nincsen semmi. Hát de amúgy meg úristen. Hogy számítanak arra, hogy én megtaláljak bármit is egy ekkora házban? Egy büdös zoknit belelógatok az orrába, és attól megdöglik. Ilyen nincsen. Ha vizes, akkor be kell dugni. Istenem, Keran. Ja, hát végül is van benne valóság alap, azt elismerem, csak nem így. És közben megy ez a kis cuki zene. Várjál! Erkélyen. Az jó lesz. Nem csak ez pont a rossz oldala az erkélynek, nekem a belső oldala kéne. Ja, a notebook, nyugi. Nyugi. Tudom. Nyugi. This gives me an idea. He should be careful. It could get slippery outside during the winter. What do I have that could carry water and doesn't raise any suspicions? Mondtam, hogy víz.
Ezt, hát már megmondtam. Hát előre megmondtam. Hát ezt mondtam. Nyugi. Nyugi. Istenem, amúgy ez a kedvenc, amikor itt ócsárlom a játékot ezerrel, és közben én is annyira retardált vagyok. Ó, egy bugyi, ez tökéletes lesz arra, hogy elvigyem a vizet. Nem, amúgy. Ócsárlom a játékot ezerrel, és közben olyan seg hülye vagyok én is, de attól még a játéknak is vannak hülyeségei. Elmondtam, tehát... az objektív az nem változott, hogy valami vízhordozót kéne találni. Hát figyelj. Van itt valahol WC. Konkrétan itt. Ja, hát itt... Igen, mindenképpen. De hát a fürdőszobában, hát ne lejön, hogy már ne lehessen olyat találni, mivel lehet vizet. Water faucet. Ez itt tök jó, meg minden. És most tudok ezzel valamit csinálni? Hmm. Oké, hát vizet azt tudok onnan szerezni, már csak valami hordozó kéne. Én van egy olyan megérzésem, hogy itt már voltam. Igen, egyértelműen voltam itt. Saját szobámban nincs valami? Amúgy meg... Dehogy nem. Hát, hogy ne lenne? Hát ez tökéletes. Nagyon jó. Akkor most megyek megnyitni a vizet. És akkor konkrétan odafagyasztjuk szegény Alistair-t. Nem erre kell menni, Máté. Erre nincsen semmi. Na, nyugi. Bathroom. Tökéletes. Megtölti vala. Mondjuk nem így működnek a csapok, kedves Lucius. Mindegy, most barátok közt elmegy. Akkor megyünk ki. És akkor csapatjuk. Odaverjük Alistair-nek. Kezdeti nehézségek után kezdem úgy érezni, mintha sinen lennék amúgy. De csak talán, hát még simán elbaszhatom. Hello, my boy. Fabius, nem tudom ki vagy, de... Jó napot kívánok, jó itt vágyott. És akkor ide kéne fagyasztani a tökét, azt mondom. Valahova. Vagy nem húzzuk ki, mert akkor kijön. Valahogy el kéne szórni a vizet, és akkor megcsúszik, megdöglik, vagy hogy legyen ez. Hm. Az ott egy jég. Opa, várjál, op, itt van. Jó, és akkor most kihúzzuk. És ő kijön. Aha, jó lesz. Jó lesz. Nézd, micsoda jég, csak fog lógni. Jó, de most... Ne fog már a kezem, léci. Amúgy tudom, valószínűleg az lesz, hogy elnyal, itt eltaknyol a picsába, és akkor majd ezt így jól ráejtem. Ja. Nem akarok semmi rosszat. Figyelj! Már taknyol is, már megy. Wow! Az nagyon jó. Már segítek is. Már segítek is! Hops! Jelenem, ezt gondoltad segítség alatt? De most miért nem áll fel és szalad el? Azért annyira nem öreg, hogy ne tudjon felállni. Úristen! Lucius, hát de mit csinálsz? Ajjaj! Ajjaj! Kapta halt. És pont karácsonykor amúgy Lucius azért nem tudom... Neked sincsen valami... Nem tartasz valami munka ünnepét, amikor nem gyilkolsz, vagy... Szihetetlen. My lucky number. Ó, kaptam még energiát. Zsír. Én vagyok a legjobb, én vagyok sátán kedvence. Megafima mindjárt felköti magát, hogy nem hiszem el, hogy nem tudok rájönni. Nagyon jó. Mr. Wagner, this is Wayne Preston from the Herald. I wonder if I could ask you some questions about the recent deaths at Dante Manor. This is a private line. How did you get this number?
5 deaths within a few months is quite a sensational story, Mr. Wagner. The public needs to know. Igen, tudnia kell, hogy egy abszolút dekadens. Senator Charles Wagner. Please put me through to detective. Nyomorék vagy. The press are closing in on this, Mr. McGuffin. I have an election coming up. I have an erection. Ja, mi? I simply don't know, Mr. Wagner. Okay, fel kéne nőnöm szerintem. Around every sad case I get, they just love tragedies. But what can we do? It's a free country. I need to get this out of the papers, Mr. McGuffin. We've had a run of bad luck. It's as simple as that. Aha. Szerencse, bal szerencse. And I'm under a lot of pressure to clear this up. The pressure is on both of us. Your mess is making the precinct look like a joke, and my superiors are not going to take it lightly. Yeah, well, you won't know the half of it unless you get this wrapped up. Is that a threat, Mr. Wagner? Igen. That's not something you want to find out. A couple of phone calls can do wonders. Ó, már fenyegetőznek is, egyre jobb. A család kell széthulni, peperapperá. Nagyon, elérem a célomat. A végére. De már legalább már kezdenek rájönni, hogyha nem baleset. Hát. A word with you, please. Ez meg ki? És miért akarsz velem egy szó? You're working the case here at the Wagner estate. Mindenki arról akar beszélni. I have a few questions about the series of unusual deaths that have occurred over the last few months. Now listen to me. You leave those people alone. They've had some bad luck is all. They're nice people and they need space to get over their losses. Okay? Ajaj, bekeményít. And if I find you anywhere near this house again, I'll run you in. You got it? Jó van, már nem kell úgy erőszakoskodni. I was almost ready to bring in the Latina maid. A Latina. I was planning on searching a room, hoping to find a bottle of rat poison or a padlock. Nálam van mindkettő. Seems that Tom Wagner, brother of Charles, had an affair with two of the maids. Ajajajajajajajaj. Found out, wasn't happy. Keffent mindenki mindenkivel. I mean, he was mooching from his brother and doing God knows what in his dirty little film room. When we searched that room, it was a sick pervert's nest. I mean, they had a kid in that house. Little did I know about this kid. Jó, hogyha tudnál rólam többet. Egyébként ez szimplán a nevelés hiánya. Tehát abszolút. Senki nem foglalkozik senkivel, mindenki keffent. Konkrétan áldozó szentély van a pincében. Senki nem veszi észre, hogy 20 percen keresztül bezárja magát a gyerek, és telekinézissel kell kiszabadítania magát a alaksorból. Ez mindig nem számít. Tehát mondom, ez abszolút nevelés hiánya. Mindenki el van foglalva a saját kis világával. Ekkora házban simán elmehet két élet egymás mellett, és akkor egyszerűen nem foglalkoznak Lúcióval. És mostantól Lúciónak fogom hívni, mert ez sokkal jobb. Szóval ez nagyon... Nincs itt semmi nemű sátánizmus. Ez szimpla matek. Na, ki lesz a következő? Jovita? Az meg ki a pecsem. She would make a good scapegoat. I know there is something going on between her and Uncle Tom. Housemaid. Aha, tehát konkrét... Ja, az nem az a csaj, aki ott ticsekedett nekem, hogy jó, ici. Most akkor mindenkivel keffenteni akarok, de hogy nem. Aha, mindent látok. Tök jó. Ja, de ő az a... Ő az. Jó. Uncle Tom, és akkor... Hát... Vele szokott néha így keffenteni. Minden, hogyha megkeresnénk ezt az Uncle Tomot? Mit szólnátok hozzá? Biztos lenne egy-két szava a dologhoz. Vagy tudnám, hogy ki a pecsem az Uncle Tom, ez is mondjuk jó nagy segítség lenne kezdetnek. Itt laknak a bejárónők, nem? Ez ilyen kis lépcső alatti eldugott hely. Tuti ide rakják azokat, akik így itt laknak. Ó! 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 Hát mondhatnám, hogy ez így kalapácsütésként. Sok mindenre számítottam. Arra konkrétan nem. Tehát fogalmazhatunk úgy is, hogy
Ezt legalább annyira ért engem kalapácsütésszerűen, mint hogy a csávó pénisze kalapácsütésszerűen érte azt a... Tehát, hogy ezt simán megfogalmazhatjuk így is. Édes Istenem, mi ez a játék? Én... Úgy már gyerekkori traumáim is vannak, ha nem csoda, hogy a gyereknek az agyában össze-vissza vannak kötözgetve a dolgok. Hát egy Jézus Atya Úristenem, mi zajlik itt? Hát én már ezt így nem, I don't even, tehát hogy én már így nem is. Jó, tudjuk hova nem megyünk akkor. Ah, de azt hiszem megtaláltam Uncle Tomat. Azt hiszem. Jaj, nem árom úgy, édes Istenem. Most már félek benyitni bárhova, apá. Ez meg így mi? Ja, itt szokta nézni a Porez, hát komolyan mondom. Jaj. Hát de amúgy édes jóságos Isten. Egyre jó, most már oké, volt, voltak kezdeti nehézségeim ezzel a játékkal, kezdem visszaszerezni mostanában a szimpátiámat. Most amúgy hova megyünk? Ja, ide. Hát ma oda nem, oda nagyon nem megyünk. Aha, az ajtón keresztül megláttam. Király. Hopp, és tényleg ott van, az egyszerűen. És most lemegy hozzá. És konkrétan oda megy. Na, ezt most már meg fogjuk nézni. Ez sokkal fontosabb, mint a gyilkosság. Nem oda megy. Ah! Fiú! Oké. Okay. Ó, várjál, még nincs kizárva. Á, de ki van. Hát láttam. Fogalmazunk úgy, hogy igen, láttam. Jézusom. Oké. Okay. Jó. Nem megyünk be! Jézusom! Nem megyünk be. Te meg ki a pöcsön vagy. Mert téged mindenki utál. Egyszerű. Lássuk csak. Meg kéne figyelni ennek a nőnek a rutinját. Hogy így mégis mit csinál. Hát a kiletet. Mert egyenlőre ötletem sincs. És az se, hogy hogyan kéne elkezdeni. A többinél legalább volt ötletem. De most még... az sincs. Ah, Martin, ne tudd meg. Úristen, Jézusom, bort. Áh, olyan dolgok történtek, ami nem emberi szemnek való. Fogalmazzunk úgy, hogy találkoztam Tom bácsival, jó? És akkor a többit a fantáziádra bízom. Na, na, most egyelőre, most az a bajom, minden másik esetnél volt legalább egy ötletem, hogy hogyan kéne... hogy hogyan kéne kiindulni. Most még azt sem tudom, hogy hogyan kéne kiindulni. Tehát itt nulla. Valamit ki kéne találni. Kéne valami bizonyíték? Hát figyelj, nagyon egyszerű. Hú, nem lehet lecsalni valahogy, és akkor konkrétan rajta kapni. Bizonyíték. Hát... itt van Jovita, hát figyelj. Ja, vagy lehet, hogy a... várjál. Van... a kamera. Szoba. Volt ilyen kameraszoba, ahol mindenféle csúnya, ocsmány, német, angolnás Porezt nézett a Tom bácsi. Lehet, hogy ott esetleg lehet valami bizonyítékot szerezni. Tom bácsi, komolyan mondom. Nem ide? Egyszer biztos, hogy meg lesz. Megvan. Jézusom. Konkrétan ez a kamera, ez a tuti felvett minden. Felvette, hogy fogja a pecsét. Itt van a szalag amúgy. Pussy Hunters. És mi van, hogyha ezzel elkezdek rohangálni amúgy? Ó, anya! Lenne néhány kérdésem ezzel kapcsolatban. Valami kézzel fogható. Mondok én neked valamit, ami kézzel fogható. Senkit nem érdekel, hogy ezzel... most már esküszem érdekel. Ez egy kísérlet. Ez most már egy szigorúan tudományos kísérlet. Anyukámat akarom megkeresni. Jaj. Hát, hogy túlságosan is jól szórakozom ezzel. Persze, most nincs sehol se. Tuti a konyhában van, zugevő. És nem. Jó, mindegy. Itt hagyjuk a Pussy Huntert az étkező közepén, aztán majd lesz vele valami. Na,
Mindegy, menjünk vissza a kameraszobába, ott lehet lesz valami még. Csak nem néztem át rendesen. De Martin, baszki, miért kell állandóan velem ezt csinálni? Majd kitalálom. De ezt is már elmondtam háromszor, hogy csak akkor mondd el, hogy mit kell csinálni, ha kérem. Amikor már végképp nem tudok semmit se csinálni. És mindig, érted? Tehát neki semmi értelme, hogy folyton idejössz, és akkor rágod a számba, hogy mit kell csinálni. Hát ennek egy kurva sok értelme van tényleg. Faszomat. Na, már elnézést. Na hát itt nincsen semmi amúgy. Pedig már mint hogy van valami, csak az most nem. Na jó, ez nem. De most tényleg elmondtam. Ne, most képzeld magad az én helyembe, hogy te játszol, én meg nézem. És akkor így próbálod így beleélni magad a sztoriba, így próbálsz gondolkodni mások szemével, hogy most kivel milyen kapcsolatban van, így próbálod összefűzni a szálakat, és egyszer csak betolom, hogy ja, amúgy menj fel, mit tudom én hova, mert oda kell menni. Hát, így aztán tényleg, na mindegy. Azt se tudom, hova vagyok. Most tudom már, hol volt a tanulószoba. Mert hogy rájövök, tehát eddig mindig rájöttem, lehet, hogy sok idő, lehet, hogy itt fogok körözni 30 ezer órán keresztül, de rájövök, és mindig rájövök. Tehát így... Persze, végig lehet így szaladni a játékon, úgyhogy azt tudom, hogy mit csinálok, csak csinálom. Na, fogalmam sincs, hol vagyok. Most már bemegyek mindenhova. Valahol itt volt, nem? Mi rohadtul nem itt volt szerintem. Ez konkrétan az épület másik felében volt. Azt a screwdrivert meg el kell rakni. Hát de nem tudom hol volt, ez már valami új részleg. Itt meg nem is voltam szerintem soha. Úristen, hát tájékozódjon itt meg, akinek 8 anyja van. Pff, fogalmam sincs. De most meg itt vagyok, hát innen jöttem az öném. Ja, király vagyok, nem? Jó, nem baj, hát akkor megkeressük. Nem itt van. De ezek az ajtók is tök ugyanúgy néznek ki, a folyosók is tök ugyanúgy néznek ki, ez a poreszes szoba. Hát de Jézusom, hát komolyan mondom. Ja, te meg ne pofázzál, jó? Mert elveszítem a maradék idegszálaimat is. Fogalmam sincs, hol vagyok. Úristen, hát mit tudom én? Itt van... Hát igen. Jézusom, én nem tudom, hogy van. Na, nyugi. Nyugodjunk le. Seen your uncle yet? Hát igen, bár nem akartam, de igen, láttam. Azt, amit láttam, azt nem akartam látni. Nem itt lesz. Ez a poros szoba, az a fürdőszoba, akkor erre. Na hát ez is 68 helyről össze van kötve minden. Guest room. Úristen, hát... Minden össze van kötve mindennel, mindennek van 6000 bejárata. És itt meg az én szobám van, tehát... Nem hiszem el, hogy annyit kell maszturbálni ahhoz, hogy megtaláljuk egy... Kibekúrt tanulószobát. Itt is 6000-szer voltam. Mindig ide jövök vissza. Ugyanazokat a köröket csinálom.
Akkor itt van lent, vagy... De hát itt tudjuk mi van, hát... Itt az van, aminek nem kéne lennie. Hát dögöljek meg, komolyan mondom, hogyha ezt én értem most. És ez, itt még nem is voltam szerintem. Ja, ez megint egy ilyen lakónegyen. Ajjaj. Töjj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 
csomba is jól bírja az ussza. Amúgy igen. Hát ez így mind végig így. Még kitart neki. Ja, hogy még itt is lent is vannak, hát ez király. Tea room, ó, de jó vagy, te a szobátok is van. Nyalom a májad. Nem tudom. De amúgy tuti, várjál, lehet, hogy itt lesz. Nem. Akkor... ne záródjál be? Még ez is jó, hogy próbálnám nyitva hagyni az ajtókat, ahol már voltam, de hát azok is bezáródnak egy idő után. Ezt eltöröm bosszúból. Utility room. Igen, ez a kaszinó rész. Vagy mi a pecsöm? Ezért nem virágzunk 30 évesen. Kek. Igen, ez a mosószoba. Ez a garázs. Na jó, hol van az a tetves, retkes, májas iskola? Te a szoba, itt is voltam már. Ennek itt meg semmi értelme. És a játék háromnegyere azzal megy el, hogy rohangálok össze-vissza, már nem tudom, hogy hol van az, amit keresek. Az még továbbra se jó. Hát akkor vissza a KH-hoz. Guest room. Te itt minden ugyanúgy néz ki, vagy csak én vagyok ennyire retardált? Na jó. Én ezzel most megmondom, hogy szintén rohadtul nincs kedvem már foglalkozni. Így lehozott az életről teljesen az a játék, meg a spoilerezések, meg minden. Tököm tele van, hogy... és érted? De ha még tudom, mit kell csinálni, akkor sem egy. Mert nagyon jó ötletnek találták 6000 emeletet belerakni, telebaszni ajtóval, úgyhogy minden úgy, tök ugyanúgy néz ki. És gyár rohangálok körbe-körbe, mint az idióta. De most nem a tájékozódás, hát őszintén te tudnád, hogy milyen fasz van. Tehát most te mindenki tegye a szívére a kezét. Itt Uncle Tom, de hát most Isten, de most Kerán, őszintén te tudod, hogy most mi van? Tudod, merre kell menni? Szerintem fogalmat sincsen. Anyósülésről pofázni én is tudok. De hát most így komolyan, hát minden tök ugyanúgy néz ki, 6 millió ajtó van, tök ugyanitt voltam 3 perccel ezelőtt, és akkor így... így lehoz az életről teljesen ez a fos. Jó, akkor hülye vagyok, lehet, hogy hülye vagyok. Akkor az vagyok, de akkor is lehoz az életről. És akkor itt is lehet járkálni. Nye. Na. Kell keresni valamit, amivel képet csinálunk. De most nem is az a lényeg, hanem hogy így... jó, tök jó. Kell keresni valamit, amivel képet csinálunk. Fasza. És ugyanúgy rohangálhatok fel alá eredmény nélkül. Tehát nem tudok mit csinálni veled. Most azt én is tudnám, hogy mit kell csinálni. Csak hogy így...
minden egyes négyzetcentiméterét át kéne kutatni egy olyan háznak, ahonnan még kimenekülni se tudok, mert annyira össze van komplikálva. És azt szót most találtam ki. Na jó, én ezt most tudtam meg. Inkább bezárom magam a mély hűtőbe, és akkor véget vetek mindennek. Így. Legugolok ide. De jó, map! Okosabb ettől vagy, mert én nem. Mit csinálják ezzel a mappal? Mert van ennek is van 83 000 oldala. És akkor próbál meg ez is, hogy próbál meg megtalálni, hogy mi a fasz van. Hát WC meg kérdőjel, és akkor nagyon jó vagy. Köszönjük szépen. Na, nem tudom. Na jó, én szarok erre a játékra. Elfogyott a türelmem. Inkább megyek, nem tudom, csinálni valami egészen mást, ami nem ez. Meg amúgy, hát vannak vele problémák amúgy is, hát... Foglalkozzon ezzel az, aki akar, én most... Türelem most fogyott el. Akkor köszi mindenkinek, aki itt volt, bár nem tudom miért voltak itt, mert szerintem ez egy ótvaros, fos stream volt. Tehát a színvonal eddig se volt túl nagy, de ezek után már tényleg... Na, innen. Hát akkor jó éjszakát, hello.